fél homályban alszanak a gyerekek a Gerjeni óvoda csoportjában, most még a megszokott helyükön hajtották álomra a fejüket, hamarosan azonban költözniük kell. A településen ugyanis egy új óvoda és bölcsöde épül. A helyi önkormányzat 396 millió forintot nyert, ebből valósítja meg a beruházást. Két csoportos óvoda és 14 férőhelyes bölcsöde szerepel a tervek között. Az általános iskola mögötti belső terület lesz, aminek a területvásárlása éppen folyamatban van. Én azt gondolom, hogy ezzel a projekttel óriásit lép előre a településünk az alapfokú oktatási ellátás tekintetében, hiszen az, hogy gyakorlatilag nagyon praktikussá válik az oktatási intézményeinek az elhelyezkedése, hiszen az általános iskola mögötti területre fogjuk elhelyezni ezt az új létesítményt, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyerek, aki az óvodánkat, illetve a bölcsödénket választja. Azt mondom, a bölcsödéskortól a 8. osztályig gyakorlatilag, ha csak egy ajtóval is arrébb kell mennie, de mégiscsak egy helyszínre fog járni. Az új épület energiahatékony és akadálymentes is lesz. Tornaszoba, orvosi szoba és fedett terasz is épül majd. Az elmúlt hónapokban a projekt gazdái már kidolgozták a beruházáshoz szükséges műszaki terveket is. Jövő tavasszal szeretnénk legkésőbb elkezdeni a kivitelezési munkálatokat, és én nagyon bízom benne, hogy a lehető leghamarabb be tudjuk fejezni. Hát nekem dédelgetett álom, hogy azért a jövő tanévben, ugye az őszi időszakban már ott tudjuk megkezdeni, vagy oda tudjanak a gyerekek menni. Én nagyon-nagyon reménykedem. Azért a másik ilyen titkot vágyom, vagy reményem az, hogyha az időjárás kegyes lesz hozzánk, akkor a lehető legkorábban el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkálatokat, tehát a téli időszak annyira nem fog hátráltatni minket. A tervek szerint jövő szeptemberben már az új épületben indulhat az új tanév, a projektet az Európai Unió támogatta.